Így fest most a Városháza Nagy Tanács termének a fala, és itt a vállam fölött már látszódnak annak a kezdeményei, hogy hogy fog kinézni várhatóan hónapokon belül ez a fal. Megkezdődött ugyanis az 1938-as országgyűlés tiszteletére készített festett fal helyreállítása, a feliratok újbóli felfestése. 1938-ban az ünnepi év alkalmából a közgyűlési terem pulpitussal szemközti falát Székesfehérvár jelentős történelmi eseményeinek leírásával díszítették. 900-tól egészen 1919-ig Összesen 60 dátum szerepelt a falon. Hogy melyek ezek, arról csak korabeli fényképek árulkodnak, hiszen a világháborút követően a városháza felújításának idején a szobafestők egyszerűen csak lefestették a falakat, így a feliratok megsemmisültek. Így most a restaurától a korabeli képek alapján festi fel újra az eredeti, mint egy 3600 írás jelet. Fotók alapján számítógébe beszerkeztettük a szövegeket, és ott elég pontosan megkaptuk a betűtípusokat, és hát azokat kivágtuk, kinyomtattuk először számítógépen, utána ilyen celpapírra kivágtuk, és hát most a sablonok a segítségével írjuk föl a szövegeket. A közgyűlési terem történelmi feliratának újrafestése az önkormányzat egyik fontos vállalása a 2013-as emlékévre való felkészülésben, mind a mellett, hogy ezzel is szeretnék erősíteni az itt élőkben a Fehérvár tudatot. Szerintem ez Fehérvárinak, magyarnak vagy ide látogató vendégnek egyaránt fontos Egy kis fejlesztés, de mégis azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos szimbóluma ez a város fejlesztésének. A feliratok újbali felfestéséről egyébként tavaly nyáron döntött a Fehérvári képviselőtestület, Várhatóan néhány hónapon belül készülett teljes egészében a nagy tanács -terem falai díszítő történelmi tabló.